Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Popfilter és a Campus, illetve a VMN közös produkciójában benne szó szerint, hiszen ti is részesei vagytok a Popfilter történetének első live sorozatának. Lábas Viki ül mellettem. Szia Adri, sziasztok! Szép napot mindenkinek! És nagyon örülök, hogy most nem esik az eső, mint tegnap, mert az egy kicsit nehezített pálya volt a közönségnek is, és nekünk is. Azért fenyegető, hogy itt vagyok melletted, nem? Igen, ilyenkor nagyon félek. Sok esős dalunk van, igen. Tudod? Tehát amikor engem meglátnak, főleg itt a Campus Fesztiválon, egyből. Most az teljesen váratlanul ért, mert én akartam egy ilyen kretén poénnal indítani, hogy tudod-e, hogy melyik testrészed szerepel a Campus könyvben? A lábam, gondolom. Olyan lábfetisiszták vagytok, borzasztóak, de tényleg undorítóak vagytok, töröljétek le. Figyelj, az a helyzet, hogy ezt nem lehetett kihagyni. Volt egy szuper jó fotónk, nyilván koncert közben a lábfejedről, és egy egész fejezet kerekedett a lábad köré, aminek az a címe, hogy kezes lábas. Még sose hallottam. 194. oldal. Na de egyébként... Komolyan? Igen. Egyébként én most szembesültem a könyveddel, de hogy nem találkoztam vele. Mi ez a zaj? Hát most jelent meg? Ja. De most gyerekek. Jelent meg. Úgyhogy... Mennyibe kerül a nagyon drága, akkor majd... Elintézem, hogy kapj egyet, de csak már benne van a lábad, jó? Na de egyébként emlékszem... Fedő nevem Lábas. Most elmeséled... Az összes borzasztó lábas sztoridat? Megkezdte. Haragudj, te ráncigáltál bele, és csak felszálltam. Szedjük össze magunkat. Mondtam, ja, hogy nagyon jó veled beszélgetni, de igyekszünk azért egy kicsit komolyan is venni magunkat. Ez egyébként egy létező toposz már a magyar könnyűzenében, hogy milyen helyzetekbe kerülsz a neved miatt. Elmeséled a kedvencemet, a bemutatkozásodat? Nem akarom... Belkő Gyulának? Igen, hát Fonyód, városnap, végre, rockmaraton után Belkő Gyula bácsi megérkezik. Én a zongoristáját ismertem, mert akkor a kurszán volt még a mi zongoristánk, mindegy egy helyen játszottak, és megkérdeztem tőle, hogy oda mehetek-e koncert után egy közös fotóra a Bill bácsival, és akkor mondta, hogy igen, és én nem realizáltam, hogy így megyek már a Bill bácsi felé, ül szegény, majdnem, hogy számolja a gázsit kb, és akkor így oda megyek, hogy Lábas Viki. Nem, hogy azt hittem, hogy szivatod, gondolom. Igen, igen. Na mindegy, ez az egyik kedvenc sztorink. Egyébként Bill bácsi nekem egy ikon azóta is, és nagyon-nagyon szeretjük énekelni a buszban hazafelé, és akkor erre így rámennek a srácok is, hogy jaj, mikor bemutatkoztál neki, Lábas, ha. Igen, ez már közszájon forog, mert én ezt nem tőled hallottam először, ezt a történetet, úgyhogy ez megy körbe. Egyébként az jutott eszembe, hogy itt beszélgettünk a koncert beszélgetésünk előtt, de a koncert előtt is, mert ma nyomtunk egy koncertet itt a backstage-ben. Hogy olyan ez a nyári fesztivál szezon, úgy képzelem legalábbis a zenész barátaim elmondása alapján, hogy mintha egy ilyen másik dimenzióban mozognátok, hogy ti például most ugye a Járai Márkkal érkeztetek, aki azért tudott jönni veletek, mert ti jöttetek a Popfilter miatt. Hogy kell ezt elképzelni, hogy ez nem csak ilyen városi legenda, hanem tényleg úgy működik, hogy random benzinkutakon éjszaka leglehetetlenebb időpontokban szoktatok lepacsizni? Abszolút a kedvenc ilyen benzinkutas sztorim az Korda Gyuli bácsiékkal és a Szabó Balázs bandájával történt, amikor is megjelentünk mi is, mint Margaret Island a MOL kúton, és már bocsánat, a benzinkuton, és adjatok pénzt, és akkor bemondom. Nem, mint az Adrinak, ne nekem. és nem, ők nem tudták, hogy én ki vagyok, viszont a Balázsék tudták, és a Gyuri bácsi megkért, hogy csinálok-e én róluk egy képet. És annyira jó volt, hogy az én stábom meg engem fotózott, hogy én fotózom a Gyuri bácsit. Meg a Krúbi volt egy ugyanilyen közös, amikor ő se tudta szerintem, hogy ki vagyok, de a hangmérnökünknek a kedvenc, egyik kedvenc magyar előadója Krúbi, és akkor oda mentünk hozzá fotózkodni egy ilyen benzinkutas fagyival, és szerintem fogalma se volt, hogy kik vagyunk, de óriásit ment nálunk a csoportba. Ja, azt már elmondtad, hogy Deák Bill nagy ikonod, de amikor pici voltál, akkor ilyen rajongó típus voltál? Vagy nem volt különösebben, mondjuk kiplakátolva a szobát különböző sztárokkal? Annyira nem mondanám magam rajongó típusnak egyébként. Volt egy-két előadó, aki beakadt. Janis Joplin, Pink, Avril Lavigne,
ki volt még, nem tudom, Alanis Morissette, tehát hogy volt egy Pink plakátom, azt hiszem, hogy volt, meg Avril Lavigne, de meg Avril Lavigne koncerten voltam is akkor a Budapesten az arénában, de annyira nem vagyok így rajongó típus. Egy-két előadóra így rá tudok állni, aki nagyon izgat, mert mondjuk okos, vagy fejlődik, vagy nagyon különleges dolgokat csinál, vagy inspiráló, azokra így rá tudok állni, de nem úgy, hogy most én összecsinálom magam, hogyha meglátom, vagy nem sírom el magam, vagy nem kezdek el remegni, nem kezdek el izgulni mondjuk környezetében, meg nem követem, hogy mondjuk most repülővel éppen a világ melyik pontján tart. Úgyhogy picit igen, de szerintem inkább nem. És azzal találkozol, ahogy ért, nyilván sokan rajonganak érted, de hogy ennek a konkrét megnyilvánulási formáival? Hál' Istennek igen. Egyébként én ezt szeretem, mert én egy szeretetélyes ember vagyok, és annyira jól esik, hogy nyilván nagyon piciben, de megéljük ugyanazt, mint a nagy sztárok, hogy most is idejöttek hozzám, előtte felsikítottak, hogy úristen, tényleg volt a lábos vik, és akkor menjünk fotót csinálni, és ez tök jól esik, mert van értelme a munkánknak, vagy valahol így elvetettünk egy kis magot, és akkor az így kicsirázik ilyenkor, és ennek van egy megnyilvánás. Volt kislányok, akik így remegnek és sírnak közben, és megöleled őket, ott én, nekem végem van, tehát én ott ugyanúgy elszakadok, és mert hogy egy dologról beszélünk, tehát ez nem a rajongásról szól igazából, vagy az én személyemről, hanem arról az egész dologról, amit mi csinálunk, vagy amit képviselünk, hogy ugyanazt gondoljuk, hogy átmentem ugyanazon a rossz dolgon, hogy ugyanúgy próbálok bele jót csinálni, hogy én kitartok, mert te is kitartasz, és ilyenkor ezek adódnak inkább össze, nem az, hogy most nem a személy. Tegnap derült ki, ugye itt a nagy színpad előtt az, hogy kinek hány pontja, illetve az, hogy hány pontja van, azt tudtuk, de hogy mennyi a ponthatár, és ezzel alapján fölvették-e az adott szakra, ahová szeretett volna, és nagyon-nagyon megható pillanatok voltak, ott voltam, én is interjúkat csináltam, és nagyon sokan sírtak, nagyon sokan örömükben, remélem, hogy bánatukban nagyon kevesen, vagy egyáltalán senki, és ennek kapcsán arra gondoltam, hogy ha már ugye itt ülünk a Debreceni Egyetem téren, megkérdezem tőled, hogy te, amikor mondjuk 10 éves voltál, akkor hogyan ábrándoztál a jövődről, arról, hogy milyen irányba indulsz, akár tanulmányaidat tekintve, akár az, hogy már akkor volt egy határozott elképzelésed esetleg? Nehéz helyzetben voltam, nagyon arra emlékszem, mert igazából semmi olyat nem mutatott nekem az iskola, az intézménye, ami érdekelt volna, vagy amire azt mondtam volna, hogy igen, ez egy jó irány. Ugye Fonyódon jártam gimnáziumba, sokkal kevesebb lehetőség volt, kicsit ilyen bigottabb hozzáállás volt mindenhez, tehát a matekot tudjad, a biológiát, a kémiát, és akkor irodalomból nyilván, hogyha bölcsész beállítottságú vagy, de így fogalmam nem volt. Én még bioszfaktos voltam majdnem az utolsó évben is, és akkor tehát érettségi előtt döntöttem el, hogy akkor inkább énekből is leérettségizem, és hogy akkor ide meg oda jelentkezem, de igazából sehova nem akartam, csak azért jelentkeztem, mert anyukám mondta, hogy azért egy diplomát így szerezzünk, és akkor elkezdtem egy egyetemet, azt abba hagytam, átmentem egy másikra, azt befejeztem, szóval nekem ez így nagyon-nagyon nehezen ment, mert mindig éreztem, hogy nem azt akarom csinálni, hogy beüljek egy irodába, vagy én erre képtelen vagyok, mert nem tudok figyelni sem. Tehát, hogy nem, én erre nem, valamilyen nem ez az utam, és így ezért én azt éreztem, hogy valami bennem hibás, hogy valamit én nem csinálok jól. És amikor felkerültem Budapestre, akkor mártam álmodni egy nagyot, egyből beírtam a Google-be, hogy énektanárnő, és akkor így az tovább gördített nagyon-nagyon sok mindenen. Tudtam, hogy népzenével eddig is foglalkoztam, azt mindig is kiemelték nálam, akkor kerestem egy népzenei énektanárt. Tehát, hogy így próbáltam magamnak felfedezni a világot, és utólag rájöttem, hogyha mondjuk magántanuló lettem volna, vagy így előbb felfedezzük itthon is ezt, hogy van olyan ember, akinek mondjuk másra van szüksége, akkor sokkal előbb bejutottam volna mondjuk oda, ahol most vagyok, de tök jó, hogy akkor jutottam el, amikor, mert meg kellett hozzá tapasztalnom, és ezáltal tudok mondjuk másoknak is erőt adni, hogy ne adjátok fel, lehet, hogy egy fura rendszerben vagytok, és úgy érzitek, hogy kilógtok, de akkor pont az a feladat, hogy neked akkor mi a célod, és mit szeretnél lenni, és ahhoz szerinted elsősorban mi a lépés, és az első megérzés mindig jó. Ez most nagyon egybecseng az egyik cikkemmel, ami a héten jelent meg, ADHD-ról és diszkalkuliáról írtam, mint lelkes résztvevője a témának, és pont ezt fogalmaztam meg, hogy én csak úgy azt szeretném, hogyha engednének békében élni ezekkel a dolgokkal, és te az ismertségedet arra is használod, hogy egy picit
próbál tágítani az emberek horizontját, az elfogadást erősítsd bennük. Például az autisztikártal is emiatt működsz együtt. Ez jól sejtem, hogy részben személyes tapasztalásból, részben pedig a te személyiségedből fakad, hogy te egy ilyen, tehát ez neked nem egy imás, hogy egy ilyen csupaszív, elfogadó lány vagy, hanem te olyan vagy, amilyen benyomást keltesz mindenkiben hát, elsőre. Vagy egyszerűen kíváncsi vagyok. Tehát, hogy engem érdekel az, hogy itt vagyunk a semmi közepén, tényleg az univerzumban, egy bolygón, és hogy igazából már annyi elég kéne, hogy legyen, hogy felkelünk reggel, és így kapaszkodunk, hogy úristen, itt vagyunk a semmi közepén, és megyünk ezzel a bolygóval. Vagy az, hogy az emberek, hogy fejlődünk, hogy mindannyian teljesen más gondolunk, és hogy, nem, hogy te azt hiszed, hogy mondjuk egy dalszöveget érteni fognak úgy, ahogy te mondjuk azt elképzelted, de soha nem fognak úgy érteni semmit, és ez egy annyira izgalmas dolog, mert rengeteg lehetőség van benne. Te is rádöbbensz, hogy úristenátok, én is egy boxban voltam eddig, mert ő teljesen más perspektívát mutat meg ezzel. Nem tudom, hogy mi volt a kérdésed. Fogalmas. Ismeritek ezt a viccet, hogy két ADHD-s beszélget? Ez most az. Ez az lesz. Egyébként nemrég beszélgetünk pont a VMN-en, és a 10 éves születésnapotok, mármint az együttes a Margaret Island 10 éves szülinapja kapcsán, tehát a Viki nem 10 éves, bár egyébként néha elhihettem róla, hogy annyi. Van olyan ruhám, ami még azóta is jó, van olyan mellényem, és direkt megtartottam, van olyan mellényem, 5 éves korom óta egy ekkora Levi's mellény, gyerekek, Levi, de hogy jó, még mindig feljön rám. Nagyon durva. Ugye, akkor légy szíves majd a szülinapi nagy koncertre, azt vedd föl. Szóval annak kapcsán beszélgetünk nemrég a VMN-en, és tényleg ilyen nagy, önelemző, gondolkodó, együttes benyomását kell. Ezt most nem cinikusan mondom, hanem tényleg én úgy érzem, hogy ti gondolkodtok arról, hogy ti, mint együttes, milyen irányba tartotok, honnan jöttök, hogyan alakul egy-egy számotok, egy-egy albumotok. Arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mennyire természetes közegetek a fesztivál. Mert én úgy érzem, hogy itt azért egy bármilyen egyéb koncerthez képest nagyon extra vibe-ok vannak, és egy picit teljesen más a hangulat. Mi ebben nőttünk bele a fesztiválozásba, ott jön pont Járai Márk és Töröcsi Kristóf, szevasztok! Itt van Márk a backstage-et, gyere erre! Már megtaláltam neked! Szóval mi a fesztiválokban nőttünk bele, a legelső koncertünk is volt fesztiválon, volt egy ilyen maroknyi színpadon, és utána is végignyomtuk F-ot, akkor legelőször 2016 nyarán. Szóval mi ebben nőttünk bele, ugyanúgy, hogy Budapest Parkos zenekarnak is tartom magunkat, mert nem csak, hogy mi írtuk ugye a himnuszt, ezt, hogy hagyd kint a valóságot, hanem ott nőttünk fel, ott kezdtünk el előzenekaroskodni, már nem tudom, 16 koncertünk volt eddig a parkban, és 10 éves a park is, tehát, hogy nagyon ez a közeg, azért szerintem a mi közegünk bármennyire is nehéz mondjuk abban a műfajban, amiben mi megszólaltatjuk a zenét, mert pont erre nevel, hogy jönnek, mennek az emberek, valaki felfülel valamire, hogy ó, ez egy dallam, ó, ez egy valami népdalos beütés, ó, ez itt sipitozik, vagy káromkodik, vagy üvölt, vagy nem tudom, tehát, hogy történik valami interakció, és erről szól a zenénk. Tehát én mondjuk azért nem szeretem visszahallgatni a lemezeinket, mert ez tudom, hogy akkor a szobában az a hangulat az mi volt, de most azóta már teljesen másképp játsszuk élőben, mert a zenészeink annyit plusz tesznek hozzá, kitalálunk extra részeket. Tehát a mi zenekarunk Magyarországon szerintem abban egyedülálló, mondjuk a Queen Bee generáció után, hogy a koncerteken alakul minden, folyamatosan együtt fejlődünk a közönséggel, egymással, és így ez tart minket trekken, mert minden koncert más, minden koncertre beteszünk egy új dalt, vagy egy régit, áthúzzuk, tehát nálunk nincs az, hogy kitalálunk egy setlistet, és akkor azt egész évben nyomjuk. Rohadtul nem. Nekem az agyam már zsibbal. Tehát, hogy így 2 héttel ezelőtt még Szigidigetten adtunk egy dupla koncertet, első nap az első 5 évdala, a második 5 évdalai. 100 dalból válogattunk igazából. És milyen érzés volt az első? Mindenkinek. Vagyok kíváncsi, mert azt mondtad előtte, hogy erre vagy a legkíváncsibb, hogy az milyen lesz újra elővenni azt a zenei anyagot. Az ütött a legjobban, mindenkinek az vágott így jobban mellbe, mert már régen hallották, újra felidéződtek tényleg emlékek, tehát hogy az egy megható pillanat volt ott a Szigligeti Várban, meg mezitláb körbejártuk, felmentünk, lementünk, tehát nagyon-nagyon
jó élmény volt, flow élmény volt. A második nap az meg a bejáratot, hogy most mi ezek vagyunk, most már felnőttünk, most már ez a Margaret. Tehát, hogy az meg az volt, hogy wow, hogy tényleg ott még ilyen nagyon szomorú, nagyon lassú kisgyerek dalok, most meg a rokkolás. Tehát, hogy így látszott a fejlődés talán, vagy remélem. Úgyhogy ennyi, hogy a mi zenénk szerintem tényleg élőben érdemes. És ez csak a fesztiválokon. Tudod-e, hogy mi az első dolog, amit gyakorlatilag bárki, akit az ismerőseid, barátaid közül megkérdeztem, hogy mi az első dolog, ami eszükbe jut rólad, mit mondtak? Kivétel nélkül. Az első dolog? Cipőben volt. Nem. Már hogy ezzel mindenki meglepődik, hogy mindenki azt hiszi, hogy én állandóan mezit láb vagyok, de is. Hogy így mindig, és megkérdezik, hogy jól rajtad van cipő? Az, hogy úristen, a Viki legnagyobb arc, annyira vicces, mindenki a humoroddal jön. Ez az! És ez így egyébként azért jutott pont most eszembe, mert tökéletesen összecseng azzal, amit mondtál, hogy élőben hogyan működtök, mint zenekar. Azt hiszem, hogy neked frontemberként nagyon nagy szükséged van a humorodra ahhoz, hogy ez pont így tudjon ez az együttes működni. Jól sejtem? Hát ha nincs humorunk, akkor nagyon sok necces helyzetben nagyon cikin viselkedtünk volna, szerintem magunktól. És ez most nem csak rajtam múlik, mondjuk én imád, tehát hogyha nincs humor, akkor semmi sincs. Tehát nekem nagyon fontos, hogy legyen önkritika, meg hogy vicceskedjünk, meg semmit ne vegyünk komolyan, mert a mondat végén semminek semmi értelme. De igen, vannak olyan helyzetek, ahol mondjuk magadra vennéd, vagy egóból cselekedni, hogy oh, faszom, talán, amikor így tényleg így nem hiszem el. És akkor azt mondod, hogy áhá, akkor már is jobb. Tehát, hogy én nem akarok még jobban feszültséget gyújtani senkiben, meg még jobban gerjeszteni ezt az egyébként is nagyon nyomasztó fekete maszlagot, ami így mindannyiunk vállán, és szerintem tényleg minden nap most már így rajta ül, hanem azt, hogy oké, ez megvan, realizáltam, szerintem te is érzed, hogy ez necces, vagy hogy valami olyan történt, ami egyébként így ciki, és én mégis felülkerekedek, és akkor te is, és akkor mindenki, és akkor minden jó, és akkor ez az újra, mehet tovább. Sőt, azt mondtad, kifejezetten szereted, ha valami olyan furcsaság történik, ami szokatlan, kibillent, valami zavart okoz a színpadon. Van kedvenc sztorid erről? Hát sok van, nyilván ezek a ládák közébe esés, hogy akkor fél lábad itt van, másik lán közben még lány sétel, és a zenekar észre sem veszi senki. Tudod, itt szomnyaktörés már régen, és akkor nézel rájuk, hogy hello, itt vagyok, négy méterrel alattatok. De nyilván ez egyszer fordult elő, vagy az, amikor félreértjük egymás gesztusait, hogy így fityiszt mutattam egyszer, és akkor azt így rosszul vették, vagy nem tudom, hogy nem szólal meg a gitár, vagy elmegy teljesen az elektronika, amikor mondjuk olyan helyeken játszunk, ahol tényleg így egy mezőn vagyunk, és nem megoldott az áramellátás, akkor nagyon sokszor van ilyen, és akkor gyorsan, akusztikusan átváltunk, mikrofonok minden nélkül elkezdünk zenélni. Pont ez a lényege, hogy ez nem HD, ez nem playback, hanem ott vagyunk élőben, mindent le tudunk játszani, ezek tanult zenészek, mindenki full intelligens, okos, vicces, és hogy van értelem abban, amit te tudják, hogy mit miután raknak le, és mit mikor akarnak éreztetni a színpadon. És szerintem ez manapság már ritkaság, vagy nem ennyire tudatos. Egy interjúban úgy fogalmaztál, ha jól emlékszem pont a Kadarkainál, hogy számodra picit megfejthetetlen az, hogy mi alapján adnak díjakat, és most nem konkrét díjakról van szó, hanem arról az elvről, hogy valami alapján összepárosítanak, összecsoportosítanak előadókat, és abból kiválasztanak valakit. Hogy ez számodra egy picit mindig is idegen volt, ezért most úgy kérdezem, hogy nincsen versenytársad, vagy mindenki a versenytársad egyenlően a világon, mi az, amiben díjat osztanál magadnak? Amiben valamiért úgy érzed, hogy te megérdemelsz egy díjat? Hát most ez tök nagyképpen fog hangzni, szerintem emberségből. Sokan ezért engem elítélnek, hogy én nem szeretek annyira ítélkezni elsőre. Én ezt megtanultam, hogy nem ítélek elsőre, hanem megismerem meg, hogy adok mindenkinek egy esélyt, meg én nem úgy megyek be a körzetbe, hogyha rossz napom van, hogy katyával, vagy nem tudom, tehát hogy így, tehát nem ez vagyok én, hanem az, hogy jó napot kívánok, jó van, szép napot, kitartás, hogy ha nekem rossz is, egy kicsit, hogyha próbálok másnak jót okozni, akkor nekem is jobb lesz. Tehát, hogy én szerintem ez, hogy így emberként
próbálok normálisan létezni talán ebből, és ezt azért is emelem ki, mert így egyre kevesebbet látok ilyet. Tehát, hogy a mi szakmánkban is azért tök jól el vagyunk, meg így, de mindig van egy-két ember, aki még más dimenzióban létezik. Hol tartanád ezt a díjat? Mondjuk ez egy a ilyen WC-ben. Egyértelmű. És így nézegetnéd közben. Ha fújogatnám a kis szakfertőtlenít. Nem, egyébként nagyon vicces, mert amit eddig kaptunk, de mindig úgy van, hogy így a zenekar, vagy ha kapunk egy díjat, és a zenekar kapja, akkor mindig hármunk közt megy, tehát hogy így szét vannak osztva. Nem egy helyen van. De várjál, vándorolnak a díjak, nem, hogy elosztjátok, hogy ez hozzád, ezt hogy hozzád. Mit tudom, én elkezdte a Bálint, hogy fonogram, akkor Artisius a Kristófnál, akkor én megkaptam a nem tudom Petőfit, akkor vissza másik fonogram, nem tudom, és akkor így szena szét van hármunknál. És akkor nekem is, amik vannak ilyen glamour, meg ilyen mindenféle, az ilyen különböző dobozokban anyukámnál így fonyoldon, tudod, és akkor így múltkor is elővett valamit, hogy ez mi, és így, tudod, így nem jöttünk rá, és megfordította, és ó, bassz meg, bocs. Hát 10 év az 10 év. Igen, hát, hogy azért... van minden, de hogy egyébként ugyanezen a helyen vannak dobozokban azok az ajándékok, amiket kapunk a rajongóktól, karkötők, plusz macska, kutya, kis tigris, üzenetek, ekkora ezért faragott hóvirág, nem tudom, minden. Tehát, hogy konkrétan már nem férünk el otthon a garázsba, mert tele van az egész. Ez nagyon szép. Csak nem akarom kidobni, meg mert tudod, így... Mert meg így van, ennek meg valami így... célt, vagy valami olyan felhasználás. Most jótékonyságra az sem olyan, mert hogy azt is más csinálta neki. Vagy hogy így nem tudom, vagy hogy így... Egy művészeti projektet kell erre kitalálni, Viki. Igen, egy installáció. Én is gondolkoztam már rajta, csak igen. Nagyon vegyes. Láttunk már olyat, az Ivan and the Parazol volt, aki még a negatív kommentekből is csinált egy installációt az egyik ilyen zárt körülemez bemutatóján, úgyhogy látunk ebben perspektívát. Abszolút. Én Covid alatt majdnem írtam a srácokkal egy ilyen dalt, ami csak a kommentekből lett így összeolózva. A negatívakból? Aha, csak a negatív, az összes negatív. De végül nem csináltuk meg. Most egy picit kiadlak, mert az előbb azon nevettünk, hogy benne vagy egy csomóféle csoportban Facebookon, és nem kommentelsz, de látod, amikor rólad rosszat kommentelnek. Ez létszes, meséld el ennek a lélektanát, hogy ez milyen érzéssel tölt el, miért érzel ennek szükség? Nem itt tud a lábas ma? Na? Nem, Ponyodon fogunk játszani, és van egy szabadstrand, amit lezárnak, de ingyenes a rendezvény, tehát újra be kell menni a szabadstrandra. Ennyi a sztori. Ez így kiverte a biztosítékot a helyieknél, mert hogy úristen, egy szabadstrandon miért kell újra bemenni szabadon? Tehát, hogy itt mindegy. És ott elkezdtek szidni, de imádom, hogy a véreim a legnormálban. De a Redditen meg minden, én mindent el szoktam olvasni, hogy előbb-utóbb eljut hozzám, és tényleg csak, hogy a fantázia, hogy így mit gondolnak rólad, majd sosincs a valósággal így egy picit sem így egyensúlyban szerintem, semmi. Mi a legvadabb, amit olvastál magadról, vagy hallottál magadról? Ami nekem itt tényleg ilyen nagyon fura volt, ami megdobta még a tavaly nyáron volt egy ilyen Redditen, hogy Lábas Viki és Beton Hofia egy pár alkotnak azért, mert hogy az Ádi kameózott az egyik videoklipünkben, mert hogy náluk forgattuk az udvaron az anyukájánál, és hogy így, tudod így, miért? Tehát, hogy miért kell... Tehát, hogy így miért kell engem kitenni annak, hogy Magyarországon az összes 10-től 16 éves korig létező lány gyűlöljön, hogy így bármi közöm is van ehhez, mert hogy igazából én hozzájuk is szólok. Tehát, hogy így én ezekben csak ezt nem szeretem, hogy olyan dolgot gerjesztünk, ami értelmetlen. Hát figyelj, a Showblocker Barbie-ról azt terjesztik, hogy ő már nem is a valódi Showblocker Barbie, hanem egy replika. Szóval ideig is el lehet jutni, is kiderülhet, hogy gyík ember vagy nem tudom, mondjuk... Biztos sokan hiszik azt. Ezért vagy a helikopter. Én annyira szeretném, hogyha tudnánk 5 percig röhögés nélkül beszélgetni, de ne, ez nem. Várjál, kérdezzek valami szomorú. Nem. Te nem az az ember vagy, akinek a társaságában szomorúnak lehet maradni. Megfejtettem, én a tipik magyar nő vagyok, aki egyébként a sírva vigat, tehát hogy azért mindig ott van a depressziós komment, de röhögsz rajta. Tehát, hogy ismered ezt a fajtát, hogy úgy is megdöglünk, de azért még ma ez menjünk el bulizni. Vagy hogy így, igen. Vagy ez a minden, tehát hogy igen, vagy én ez a típus vagyok, hogy azért mindig elmondom a negatívat, meg mindenről látom a negatív pozitív oldalát, megfogalmazom, és akkor így. Igen, tehát nem egy ilyen naív
kislány vagy, hanem az vagy, aki látja az egészet, de hát mi a legjobb, amit tehetünk, az, hogy röhögünk. Hát meg, hogy te mondat végén, hogy érzed magad, mert hogy este én szeretnék ma például úgy lefeküdni, hogy így visszagondolok az estére, és azt mondom, hogy ez az Debrecen, megint megcsináltad. 4 hónappal ezelőtt játszottunk itt a víztoronykertbe, akkor is nagyon jó volt, és 10 évvel nem tudom már hányadszorra játszunk itt, és hányadszorra jövünk vissza, és mindig jó. És hogyha ennyire hálás tudok lenni azért, amit csinálhatok, akkor igazából minden más mindegy. Tehát, hogy azt is mondhatnák neked, mondok egy nagyon rossz példát, hogy rákos vagyok holnap. És azt mondom, hogy okay, I get it, mert megvan az, hogy találkoztam veletek, hogy mosolyogtunk, hogy összelelkeztünk, hogy én azt csináltam, és úgy éltem, ahogy szerettem volna. Ahogy mondjuk kislányként kitaláltam Fonyódon, hogy majd én valahogy, nem tudom, hogy, de valami énekes, vagy előadó, de hogy nem tudjuk, ilyen szakma nincs, ez nem is létezik, nem is fizet, meg fogok halni a híd alatt, mindegy, menjünk fel, jó lesz. És ez van. Tehát, hogy innentől kezdve nem számít semmi, mert azt csinálhatom, amitől boldog vagyok. És szerintem ez a leggyilkosabb dolog, hogyha valaki azt csinálja, amitől nem boldog. Vagy ami egy kicsit is úgy van, hogy reggel nem úgy kezd, hogy ez az, még egy nap is csináljuk, hanem úgy, hogy be kell menni, nincs kedvem, faszom, ez egy főznöm is kéne takarítani, és szalad az egész. Tehát, hogy akkor valamivel probléma van. Nekem is vannak ilyen napjaim, de közben meg tudom azt mondani, hogy okay, most lehet, hogy nincs kedved, blablabla, ez ehhez. Meg megint egy hosszú nap, meg megint nem alszom, meg nincs életed, de a nap végén, amikor úgy tudok lefeküdni tőleg, hogy hálás vagyok, meg hogy így jót nevettünk, jó emberekkel találkoztam, volt értelme felkelni, akkor tök mindegy. Akkor minden egyébként mindegy. Ezért is speciális, azt gondolom, egy fesztivál, mert ott nem az van, hogy odamész, teljesen elszeparálva a backstage-ben, itt azért tudsz emberekkel találkozni is, és néha egy mondat. Hozzám tegnap például odaszaladt egy srác, soha nem találkoztunk még, csak annyit mondott, hogy ő csak annyit szeretne mondani, hogy ő nagyon szereti, amit csinálok, és így tovább. És ezzel jó. Megcsinálta a napomat. És ennyi kell. Igen. Ennyi kell. Múltkor vezetek Budapesten, dugó van, jön mögöttem egy kocsis, állandóan dudál, de hogy így, én nem vezetek lassan, gyerekek, de tényleg azért így dinamikus vagyok, meg azért odafigyelek, meg nem az van, hogy nyomkodom a telefonom, és átváltott már rég zöldre, és nem tudom betenni egyesbe, és ott ragadok, nincs ilyen, hanem így mennék, de ez állandóan dudál, és akkor így hagytam, hogy megelőzzen, és a következő pirosnál így mellé állok, lehúztam az ablakot, és így lehúzom, így nézek, mondom, tekerd le, mondom, ne haragudj, de mondom, mi a baj? Mondom, hova sietsz? Mondom, itt állunk a kibaszott pirosnál, még van 4 belőle. Mondom, nem elég? Hát a sietsz, hogy a jobb lábadat használd. Hát mondom, használom, öreg, mondom, itt megyek előtted. Mondom, beengedlek előre, menj előttem, az összes pirost kikapta, az összeset, gyerekek, végignéztem a rakparton, meg utána fel, nézze, Budafokig kifele, mindenhol megállt. A végén odállok mellé, mosolyog, mondom, megvárnak. Mondom, chill, nyugodj meg. És akkor így mosolyog rám, kurva anyád! És így, ez a magyar igazság. Bocsánat, hogy ennyit káromkodom, remélem, hogy a VM-en ki fogja vágni, és hogy nem tiltják le az anyagodat. Nem szoktuk kivágni, képzeld, lehet a popfilterben káromkodni. Ez hangos volt szerintem, lehet, hogy majd, na mindegy. Lehet, hogy kisipolunk. Ne haragudjatok, többet nem káromkodom. Szóval, hogy ez a magyar mentalitás, hogy így tanítjuk egymást, tehát hogy így ezért kellenek ezek az ellenpólusok, mert tehát hogy nekem ettől is van humorérzékem, mert ez a gyászban kell röhögnünk, tehát hogy így ez adatott nekünk, ugye. Ez egy jó merch. Igen. Gyászban kell röhögnünk. Akarsz még te velem beszélgetni? Ugye én bármi, én ezt nagyon élem, mert hasonló, tehát ja. Azt gondolom, hogy aki ismeri a popfiltert, az tudja, hogy a nagyon nagy mélységek, érzelmi mélységek, és a leges-leges legkreténebb poénok is megvannak, és szerintem ez így kerek, hogy persze nevetünk, de egyébként te is mondtál már legalább 4-5 olyan gondolatot itt, ami úgy jön majd velem, és majd amikor visszanézzük, akkor újra és újra valamit elindít az emberben. Szerintem ez nagyon fontos. És az, ahogy te előadóként létezel, ahogy ti az együttessel léteztek, szerintem ez nagyon sok embernek kapaszkodó a mindennapokban, tehát segítetek abban, hogy amikor tényleg olyan napunk van, hogy nagyon nem jó felkelni, nagyon nincs miért, úgy érezzük, mindig van miért, csak érezzük úgy néha, hogy nincs.
akkor nagyon sokat tud adni egy olyan dal, ami valamit előhoz, valamit jelent, valami emlék kapcsolódik hozzá. Hát reméljük, ezért csináljuk igazából szerintem mindannyian. Tehát, hogy így biztos vannak előadók, akik csak a pénzért, de szerintem a mondat végén ez a lényege, meg az értelme, hogy osztozkodunk mindenen, ami jut, jó meg rossz egyaránt. Hogyan viszonyulnak a tágabb környezetedben az emberek, vagy akár az ismeretlenek, mint kommentelők, nézők a nevetésedhez? Ezt azért kérdezem, mert engem rendszeresen rádiós műsorvezető koromban engem rendszeresen terrorizáltak ezzel, és van olyan, aki egészen nagy erőt fektetett abba, hogy SMS-ben, kommentben, e-mailben, minden felületen rögít. Megírja, hogy a műsorvezető szokjon le a nevetésről. Hát fogja be a fülét, aki hallgatja, nem tudok erre mit mondani. Hát tényleg, majd teszek egy popfiltert. Nem tudom, hogy mit csináljuk a nevetésed. Bocs, hogy élek. Nem, én szeretek nevetni. Nagyon régen volt egy olyan időszakom, nagyon idegesítő lehettem kamaszként. Volt egy olyan... Tudod, vannak az ilyen röhögök, akik fulladnak. Mindig van egy ilyen röhögő egy csapatban. És én voltam az másfél évig, mert azt hittem, hogy vicces. Mert amikor ezt elkezdtem, akkor tényleg ilyen csuklásig ment, és így mindenki nevetett rajta. Nagyon hülyék voltunk, nagyon... Nagyon nem értem, hogy így ez a kamaszkor, ez nagyon durva. Ez így. Hát keressük önmagunkat, keressük a helyünket a világban, a társaságban, a szubkultúrában, kegyetlen. Mindenhol. Kegyetlen. Na mindegy, úgyhogy ahhoz képest ez szerintem teljesen konszolidált, amit mostanában. Nem meg is... én ezzel nem gondolkozom, ami kijön. Igen, nem is biztos, hogy kell konszolidálódni. Én nem nagyon szoktam sajnos sehol. Egyébként, az furcsa lenne. Az furcsa lenne szerintem, hogyha így 10 év ismertség után hirtelen elkezdenél valamilyen irányba változni. Ne szólj hozzám, jó? Csak koncertre érkezem oda. Nem, ezt nehezen tudom rólad elképzelni. Mi az, ami zeneileg nehezen tudnál magadról elképzelni, akár olyan mértékig, hogy kipróbálni se próbálnád ki szívesen? Olyan nincs. Olyan nincs. Nem, én nagyon szívesen énekelnék egyszer operát. Szerintem az nagyon távol áll tőlem egyébként, és nagyon nem olyan a hangképzésem sem, meg semmi, de dolgozom rajta, és ez tök izgalmas terep egyébként. És hát a metal, meg a rock. Én tanultam scream technikát, meg mindent, és én ezt nagyon szeretem azt az erőt, meg azt az energiát, és pont a Soblocker Barbie mondta egy ilyen F-fotos, meg telexes megnyilvánulásában, és tök jól így pont elkaptam egy ilyen felmondatot, hogy így mennyire elhanyagoljuk itthon ezt a szénát, aki metálos, meg rockos, hogy így nem annyira van, mondjuk pont a Campus Fesztiválon egyébként pont jó helyen mondom, mert itt mindig vannak rockzenekarok, és itt azért odafigyelnek a de szervezők. Egyébként ebben tényleg egyedülálló a Campus, igen. Hogy nem erre specializálódott fesztiválon, nagy fesztiválon, nincs már külön sehol. Szintér ezeknek a műfajoknak. Úgyhogy én nőként ezt itt tökre kipróbálnám itthon. Nem tudom, hogy magyarul vagy angolul, mert azért az egy necces pont ebben a műfajban, szerintem inkább angol működhet, de ez is tökre vonz, és szerintem ez is ilyen de nagyon sokat gondolkoztunk már ilyen projekteken, tehát nekem már ilyen DJ set, meg bármi, tehát hogy én ezeket nagyon-nagyon adom, csak nyilván úgy, hogy nem tudják, hogy én vagyok. Tehát, hogy valószínű, hogyha csinálok valaha valamit, akkor arról nem fogjátok tudni, hogy az én vagyok. Vagy igen. És milyen jelenleg a kapcsolódásod a népzenéhez? Tehát mi az, amit esetleg civilben akár ad neked, vagy visszanyúlsz-e hozzá bizonyos helyzetekben akár? Nekem tényleg az életem része, tehát hogy én azért így hetente pár népdalt így mindig így elkapok, vagy eszembe jut, hogy az honnan származott, és azt mivel köthetném össze, rákeresek dalszövegekre, hogyha írok valamit, akkor eszemét, hogy volt egy olyan népdal, és ott volt egy ilyen mély megfogalmazása valaminek, ami ilyen archaikus volt, és nagyon tetszett, és mi is volt az az egy szó, és akkor képes vagyok így visszakeresni, meg visszagörgetni, tehát nekem azért így tényleg ilyen hétköznapi kapcsolatom van a népzenével, mert nagyon szeretem, meg hál' Istennek van egy szomszédom, aki hallgat népzenét, és így mindig így benyomja, és annyira jó, mert így ad egy lendületet, meg így este, és ugyanazt az egy dalt kb. 7 napon keresztül, de meghallom, és így jót tesz így a vérkeringésemnek, szóval nekem az így kell, az így benne van most is. Van kedvenc népdalod?
Általában nyilván az ilyen csángó, moldvai csángó, de mivel somogyi vagyok, nekem az ilyen szennai, szennakörnyék és somogyi népdalok az így. Nekem az első az a fúvom az énekem, de nem jó kádvámből. Ez a Sebestyén Mártás fúvom az énekem muzsikással közösen, szóval nyilván az, meg a honfoglalás zenéje, meg ezek voltak az első kedvenceim. Azóta meg hát minden, most voltam a Csíkzenekarra a Budapest Parkba, és ott játszottunk Ádámosi csárdást, és az annyira jó volt, hogy így megint így kicsit így visszaszaglászhattam oda, ahol régen működtem. Mikor érzed azt, mert úgy fogalmaztál már több interjúban is, hogy a színpad az igazi otthonod, de mikor érzed azt konkrétan, hogy megérkeztél egy koncertre, vagy egy koncerten belül? Hát van, amikor koncert után. Várjál, azt érzed, hogy meg voltál érkezve, vagy az, hogy na most megérkezd? Az, hogy most már megérkeznék. Nem, sokszor van olyan, nyilván nem szeretünk annyira sietni, tehát azért általában időben érünk oda mindenhova, de mégis van egy ilyen érzetem sokszor, hogy nem érkezem meg annyira. Én azért kicsit így lassabb emésztésű ember vagyok, hogyha ilyen dolgokról van szó. És van, amikor lejövök, és azt, na most el tudnám énekelni még jobban az egész 90 percet. Vagy hogy na most engedjetek fel, mert most melegedtem be. És van, amikor meg tényleg úgy van, hogy felmegyek, már érzem, hogy ez az meleg a testem, meleg az izmaim, a nyakam, a minden nagyon jó, el van eresztve a hasam, nem fuldokolok, mi van, tök jó napom van, biztos meg fog jönni, tudod, így megadják az utolsó löketet. De tényleg ez így van az énekeseknél, mielőtt megjön a magas hangokat, Igen, nagyon durva, mert és utána, amikor másnap meg belekedsz, és akkor meg így csak a mély. Tehát nagyon érdekes, én ezt mondom, hogy megfigyeltem, de lehet, hogy ez csak nálam van így ilyen. Ez hogyha már ilyen női magazinban vagyunk, akkor ilyen csicsetbe csak belefér egy kis ezek intim info. Ezek fontos dolgok, és egyébként sokkal, tehát nagyon szokatlan erről beszélni, akár egy nyilvános podcast beszélgetésben. Tudod, mennyi probléma van ezzel? Hát igen, mert én írtam róla, képzeld el, egy néhány éve írtam egy cikket arról, hogy a sportolóknak a teljesítményére milyen hatással van az, hogy menstruálnak. Van, akinek jobb, van, akinek nagyon rossz, van, akinek pokol. Nekem az első nap az mindig pokol. És kaptam a hálálkodó üzeneteket sportolóktól, hogy végre írok róla, valaki végre ír róla, és hát a zenészeknél aztán pláne nem beszélünk erről. Hát meg a higiénia, hogy így én konkrétan 2 évvel ezelőtt elgondolkoztam azzal, hogy fogok csinálni egy ilyen screenshot sorozatot, hogy az összes tojtot, meg az összes WC-t, meg az összes mellékhelyiséget, amit megtapasztalok egy évben, lefotózom, amikor nehezen napom van, akkor nekem hol kell mondjuk baktériummentesen egy cserét elvégeznem. Tehát, hogy így, hogy azért néha így egészen elképesztő szituációk vannak, és oké, hogy egy zenekar, és mondjuk rajtam kívül mindenki férfi, tehát megértem, hogy nincs szükség arra, hogy mondjuk legyen külön egy mosdó, és ne a férfiakkal együtt kelljen, vagy mondjuk ajtó nélkül WC-vel egybe kötött backstage-ben így dolgokat csinálnod, hogy ez így nem jut eszébe senkinek, hogy így vannak nők is, és akkor így vannak szükségleteink, de egyébként ez már lehet, hogy luxusipar így, vagy lehet, hogy ezt luxus így mondani, hogy lehetnek így igényeink, vagy nem tudom. Én ezt nagyon remélem, hogy most nagyon sokan hallják itt, akik éppen jönnek, mennek, színpadmesterek, szervezők, és olyanok, akik azért felelősek, hogy egy-egy backstage hogy épül fel. De nálunk azt szoktunk mondani, hogy egyébként a fiúk menstruálnak, nem is én, mert én nagyon jól bírom már. Jó, de egyébként ez iszonyú fontos, hogy ezeket elmondod, mert a hétköznapokon is küzdünk ezzel, csak nem mindegy, hogy mondjuk gyönyörű sminkben, gyönyörű ruhában utána neked ki kell menni emberek előtt, még úgy is, hogy előtte mosni. Belemenjünk? Én bármeddig belemegyek, könnyékig. Fogjátok be a fületeket. Nem csak, hogy tényleg vannak olyan szituációk, például én azért nagyjából tényleg így követek mindent, tehát hogy így tudjam, hogy felkészüljek, hogy ott legyek fejben, hogy tényleg ne érjen meglepetés, mert mindennek ki vagyunk szolgáltatva. De van olyan, amikor így nem elszámolod magad, vagy valami beüt, és korábban vagy később. Szedtél valami gyógyszert, igen, korábban jön meg, bármi. És van olyan, amikor így színpadon, így tudod, lement 4 dal, és így hoppá, és így arra gondolsz, hogy áldod az eget, hogy a bőrgatyádat vetted fel, a fekete szoros bőrgatyádat, mert hogy így ott így elindul a Niagara vízesés, és annyi volt, tudod? És akkor így végigmozgol a koncerted, így ha-ha-ha, la-la-la, pup-pup, így azért
megvan, és akkor tudod, utána meg mint egy, nem tudom, hentes áruboltba, csak hol, meg mit, meg hogyan, és akkor sminklemosóval mindent, meg, tehát hogy így ebben nem gondolunk bele, mert ezek undorító dolgok, és ezekről itt senki nem beszél, már cikinek tartjuk, de igazából szerintem ettől mondom azt, hogy az emberségességből kell tanulnunk, mert nem én vagyok szerintem az egyetlen énekesnő, akivel ez előfordult, mert egy backstage-ben, hogy amikor előhozom ezt a témát, akkor így dobálják be egymás után a Senna, a Péter Pibori, a Barbie, a mindenki a témákat, mert ez sajnos egy nem megoldott dolog, és próbálunk odafigyelni rá, és nyilván egy koncerten ezt nem fogod megoldani, hanem vagy szerencséd van, vagy nem, de hogy egyébként meg erre szerintem oda lehet figyelni egy minimálisan. Vagy nekünk, vagy, nem, vagy egyáltalán ez, hogy beszélünk róla, hogy létezik ilyen, hogy egyáltalán lehet, hogy ezt meghallja egy szervező, és azt mondja, hogy jé, tényleg, hogy azért nem csak férfiak vannak a színpadon. Hát én jártam már olyan stadionban, Skóciában, ahol ki volt rakva a betét, ja, a tampon. Persze, az automata. Te nem, képzeld, ingyen. Ja, értem. Tehát, hogyha olyan helyzetbe kerülsz, hogy szükséged van rá, akkor lehessen. És persze ez még a higiéniai részét mindig nem oldja meg, de van, amit megold, és ez szerintem tök fontos, hogy egy olyan férfiak által dominált környezetben, mint mondjuk egy futballstadion, erre is gondolnak, mert azt érzed, hogy de jó, hogy itt vagy, segítünk neked, hogy komfortosan érezd magad. Mondok még egy utolsó pozitív példát, aztán tényleg zárjuk le, gyerekek, mert már látom, hogy kiégtetek teljesen, hogy a fejlődés, hogy erre mi most már odafigyelünk, például az egészségügyi csomagunkban, ami a buszunkban van, van külön minden, mindenre megoldás, és minden gyógyszer, és minden egyéb segédeszköz, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogyha ezt bevezetjük buszokba akár, hogy így, ez így elmegy a crew csapatokon belül, hogy igen, erre is figyelj, vagy vegyük hozzá a listához, vagy nem tudom, mert tényleg nagyon sokszor csak a fájdalomcsillapítók hiányoznak, és azok kellenek a legjobban, mert fesztivál szezon van, most bocsánat, hogyha már ilyen gusztustalanok vagyunk, mindenki, aki mondjuk elmegy Balaton körbe tekerni, vagy átúszni, vagy kirándulni, arról számol be, hogy megy a hasa, hogy alulfelül jönnek ki a dolgok, nyár van, baktériumok, pezsegnek, azért meleg van, nem tudom, tehát hogy hatványozottan ki vagyunk téve mindennek, és ilyenkor azért ezek a kapaszkodó pontok, mert az immunrendszered az így megy le, tehát hogy EFOT fesztivál után én is kidobtam a tacsot egyből, ahogy lejöttem a színpadra. Ez ilyen, tehát hogy ez hozzá kell szokni, ez egy ilyen bolygó. És akkor utána, hogy szeded össze magad, tehát... Megkönnyebbültem, az nagyon jól esett. Most nem a konkrét esetre gondolok, ja, hanem a mondjuk így hazavágja a nem tudom, hétvégi koncertedet egy betegség, mert mondjuk utána lehet, hogy érzed, hogy basszus, megfáztam a színpadon, és akkor ez tényleg egy nagyon alaphelyzet, de utána össze kell magad szedni, és menni a következő helyszínre ilyenkor, hogyan, mi ad erőt, és ez tudom, hogy nagyon költői kérdés, és nagyon gyakorlatias dolgokról van szó, de akkor kérdezem, gyógyszer. Hogy szívod fel a taknyodat? Igen, rengeteg gyógyszer. Nyilván vannak ilyen gyógyták, meg gyógykészítmények, meg mindenféle eukaliptusz balzsa, meg minden már, vannak ilyen bevált dolgaink. Egyébként elengedés, hogy megpróbálod elengedni, meg valahogy a fájdalommal is felvenni a harcot. Amikor felmész a színpadra, úgyis elfelejtesz mindent, mert annyi dopamin, meg minden termelődik a szervezetedbe, meg annyira máshol vagy, meg tehát, hogy ott tök mindegy, ott még le is lőhetnének, azt se érezném meg szerintem, mert ott olyan flow-ba vagyok. De előtte, utána meg hát ennyi, hogy nyilván kényelmetlen egy buszút egy olyan buszban, meg nem feltétlenül jó a vérkeringésnek ez az egész, de tudatosítod, és akkor így talán könnyebb elengedni, de muszáj elengedni, mert nem nyomhatja rá mindenre a bélyegét, és ha már kaptunk egy ilyen feladatot, hogy ezzel is küzdeni kell, akkor na bum, ezzel is megküzdünk. Hát most plusz egy sztori középen a másik 10 000 mellé. Tehát, hogy egyet több vagy kevesebb, már szerintem nekünk tök mindegy. Hogyha ilyen dolgokról beszélsz, és utána lemész majd, nem tudom, 10-15 perc múlva átgondolod, akkor felmerül-e az benned, hogy nem fogalmaztam-e erősen, nem volt-e? Tehát ez már most nagyon készen vagyok, hogy miket mondtam most. Már látom, hogy ki írja a social management, meg a managementem, hogy így, Viki, már megint, nem, miért? Nem azért nem akartam rád rakni a parát, semmi olyat nem mondtál. Arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen kattogós típus vagy-e? Persze. Hogy úgy érzem, hogy így árad belőled nem csak a zene, hanem a szó is, ami nagyon-nagyon felszabadító. Tudom, hogy állandóan pofázok, ne haragudj. Ez egy nagyon-nagyon gonosz megfogalmazása annak, igen, amit mondani akartam. Nem, hanem hogy kimondasz dolgokat, amik felszabadítanak bennünket is, de hogy utána van-e azzal dolgot, hogy
Nyugi, Viki, nem beszéltél községeket, minden rendben van, jó volt így. Azért szoktam ezen kattogni, meg mi ilyen, tényleg ilyen túl gondolósak vagyunk sok esetben szerintem, így zenekarilag is, tehát hogy a alkotás tekintetében is, meg így, hát szeretünk gondolkodni, ennyit. Tehát, hogy így, és akkor egyre több kérdés jön be, meg egyre több út, hogy már lehet mit csinálni. Nem tudom, megint elfelejtettem a kérdésedet, már a QR kódot néztem a poharon. Pupú! Az megint más. De csak... Nem haragudj, nem figyeltem. ADHD. Igen. Ez segít egyébként? Hogy rosszul picit... fogom magam érezni az interjúd után, igen. De nem akarom, hogy rosszul érezd. Te rossz, csak, hogy... most rosszul érzem magam. De koncert után is szoktál azon kattogni, hogy... Persztem, de igen, jó, igen, most már most érzem magam, hogy nem csak miattam. 4 évvel ezelőtt már leszoktam róla. Tehát, hogy mondták a fiúk, hogy már élvezd már egy kicsit, vagy egy kicsit így örüljél már, vagy egy kicsit így veregesd már meg a válladat, vagy a miénket, vagy hogy legyen már jó kedved. Most érted, Budapest Park színpadról jöttünk le, vagy lejöttünk a Campus Festival egy színpadára, hogy valami, hogy érted? Úgyhogy meg kellett tanulnom azt, hogy nem kell mindig ostorozni magadat, meg nem kell mindig annyira maximalistának lenni, nem lehet élvezni is a dolgokat. Nekem ezt tanulnom kell, hogy mennyire lehet még szeretni magadat. Hogy más, én csodálkozom, hogy emberek ilyen elképesztően tudják magukat szeretni, meg így előrébb helyezni mindennél, és nekem ez mindig nehezen ment, szóval ez is egy ilyen tanulási folyamat, de most már úgy jövök le, hogy szuper volt, én megpróbáltam a tőlem telhető legtöbbet, én egész héten ezekre készülök, járok mindenhova, énekelek, beénekelek, tanulok, blablabla, mindent megteszek, aztán elengedem ezt is. Jó, akkor ezt ismételd magadban majd utána is, hogy nagyon fontos dolgokról beszéltél, és nagyon szuper, hogy beszéltél ezekről a nagyon fontos dolgokról. Köszönöm szépen. Teljesen banális kérdés a végére, de muszáj megkérdeznem, mert így csillogsz, villogsz, ahogy mozogsz, és gondolom ezt a közönség is látja, hogy csodálatos sminked van. Hogy ez neked hordoz-e valami fajta jelentést? Van-e valami, nem tudom, apropója egy-egy sminkednek? Van-e valami... Tehát tükrözi a hangulatodat, tervedet mondjuk az estére, bármi. Nem látnak annyira a fekete táskák, mondjuk így a szemem alatt, így, hogy mondjuk van rajta egy fél kiló púder. Ma reggel felkeltem, és így, assza, ez szép, jóból építkezünk. Tényleg ennyi. Nem, meg ezt a Márk csinálta, a gyerekkori barátom, ő csinálja a ruháimat is, és ilyenkor ő dolgozik egyébként, és ilyenkor munka előtt így hajnalban, 7-kor már bennültem ültem nála, és akkor így rajzolgatja a fejemet, meg csinálja a hajamat, mert nekünk ez egy ilyen közös szánszunk. Mi egy gimibe jártunk Fonyódon, azóta ezzel foglalkozik, tényleg nekünk ez egy ilyen közös dolog, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt megcsináljuk, és nekem ez azért esik jól, mert egyrészt tök sok mindent tanulok, hogy lehet dimenziókban áthelyezni így az arcodat, hogy mit lehet belőle kihozni, meg hogy mit csinálsz, ez nem tök izgi, meg nagyon-nagyon szeretem a sminkeket, meg minden ilyen dolgot. Másrészt, meg így belenézek a tükörbe, amikor felveszek egy ruhát, és akkor hoppá, na, akkor elhiszem egy kicsit, hogy ez így menni fog. Tehát, hogy így úgy vagy tőle, hogy ez az, csillogás, kis üzél, pillantáska, kihúzod magad, behúzod egy kicsit a hasad, beszélj nagy levegőt, és jó lesz. És akkor így elhiszed magadról, hogy tényleg sikerülni fog. És utána a színpadon az van, hogy jaj, ó, most jól mondtam, jaj, kicsit kinyomtam a hasam, tehát, hogy közben ezek mennek. Tehát nagy azt hitt, hogy ez megáll, csak hogy ad egy olyan attitűdöt, hogy igen, én egy énekes vagyok, én egy zenekarban vagyok, és mi azt szoktuk mondani, meg nem fog, tehát, hogy így oda fogjuk rakni magunkat, oda fogjuk pakolni, és mindenki jól fogja magát érezni. És ez az attitűdhöz, ez kell. A csillogás, meg minden, a színek, a vibrálás, az, hogy így valami legyen, valami más legyen, valami érdekes legyen. Nagyon köszönöm, hogy itt szórtad rám a fényed, és vibráltál előtt. Én köszönöm, hogy itt láttál. Képtelen vagy elfogadni bármiféle komoly bókot, ezt már megtapasztaltam itt. Már arra, de én ezt most tök komolyan mondtam, hogy nagyon köszönöm, mert nagyon nehéz egy olyan helyszínen beszélgetni, ahol minden történik egyszerre, és te itt is annyira átütően önazonos vagy, hogy öröm hallgatni. Ja, nagyon cuki vagy, nagyon köszönöm. Imádom a hajad, én csak ezt tudom, meg a nyaklát. Köszönöm, már megértem meg hívni téged. Igen. Na, akkor kívánom, hogy legyen színes, illatos és kampuszos nyar. Szikrázó kampuszos
fellépésed, és köszönöm, hogy itt voltál a VMM Popfilterben. Én köszönöm, hogy itt láttam, és hát remélem, hogy még sokszor találkozunk, meg beszélgetünk. Vigyázzatok, maradjatok a jó fesztiválozást! Óriási elismerésünk! Hajrá, Debrecen!